A Median felmérése szerint nem jutna be a parlamentbe a Mi Hazánk mozgalom. A közvéleménykutató a szavazókorú népességben 3, a választani tudók körében 4%-ra méri a pártot, a stúdióban Dúró Dóra. A Mi Hazánk elnök helyettese és képviselőjelöltje, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Jó estét kívánok. Aképpen a kampány zárójukról érkezett. Önhöz is kérdés, amint az előbb Huszár Viktorhoz, ha bejutnak a parlamentbe, akkor koalícióra lépnének az ellenzékkel, vagy a Fidesszel, ha szükséges lenne egyáltalán koalícióra lépni bármelyikükkel? Semmilyen esetben, semmelyik tömbben nem lép koalícióra a Mi Hazánk mozgalom. Nekünk van egy programunk, a Víradat program, amelyben 100 oldalban foglaltuk össze az elképzeléseinket Magyarország jövőjéről. Ebben szerettünk volna egy víziót kínálni a választópolgároknak. Ehhez tartjuk magunkat, illetve minden olyan kezdeményezést jöjjön az akár a Fidesz, akár a balliberális tömb részéről, amely a magyar embereknek jó, mi azt támogatni fogjuk, ami pedig nem jó, azt nem támogatjuk, tehát ez fogja a mi politikánkat meghatározni. Külön-külön ügyekben támogatnák egyik vagy akár a másik oldalt. A legfontosabb kampánytémává lépett elő az, hogy kelet vagy nyugat. Ugye az ellenzék ezt mondja, kelet vagy nyugat? Önök mit mondanak? Nekünk az a válaszunk erre, hogy Magyarország, és az egész háborús konfliktus vonatkozásában mi a magyar érdeknek a képviseletét helyezzük középpontba. Mind a katonai mi a magyar vetület, érdek? Mind a katonai vetület, mind a gazdasági vetület szempontjából ez nagyon könnyen meghatározható. A legfontosabb magyar érdek, hogy ne keveredjünk bele ebbe a háborúba, tehát egyetlen magyar ember se veszítse el az életét azért, mert Ukrajna területén zajlik most jelen pillanatban egy háború. Sajnos elveszíti, és már el is veszítette, ugye éppen itt volt a nagykövet asszony, magyar emberek is veszítik el az életüket, és harcolnak, és épp ezért várják, hogy segítsen Magyarország is, akár fegyverekkel is, pont azért, mert több mint 130 ezer magyar él Kárpátalján. Igen, de ez az ukrán rezsim, amely most vezeti Zelenszky vezetésével Ukrajnát, ez egy magyar ellenes rezsim, tehát láttuk azt az elmúlt években, hogy a magyar embereknek a jogait, alapvető jogait semmibe vette, akár hogyha a nyelvtörvényre gondolunk, tehát olyan nyelvhasználati jogokat az oktatásban, kultúrában, amelyeknek mondjuk már 100 évvel ezelőtt is teljesen alapvetőnek kellett volna lennie, nem gyakorolhatták ezeket a jogokat a magyar. De akkor ezért másrészről, nem segítenének? Másrészről nem a segítségről van szó. Az, hogy Magyarország területén ne legyen háború, ez kulcsfontosságú, és e tekintetben mi azt mondjuk, hogy hiba volt a kormánynak megváltoztatni az álláspontját. Tehát február 10-én még Szijjártó Péter is meldöngetve azt hangoztatta, hogy ide nem kell, hogy NATO katonák érkezzenek, mert a magyar honvédség az meg tudja védeni hazánkat. Ezt követően egy hónappal Orbán Viktor kifejezetten módosított egy rendeletet abból a célból, hogy érkezhessenek ide nem magyar NATO katonák is, például amerikaiak, és a rendeletmódosítást követően be is jelentették, hogy ugye érkeznek ezek a katonák. A Mi Hazánk mozgalom szerint ez hiba, hiszen ezzel például Oroszország célpontjává is tudunk válni, akár a gazdasági hadviselés vonatkozásában, akár a katonaiban, hiszen ugye Putyin barátságtalan országnak nyilvánította Magyarországot. Szerint van annak valós veszélye, hogy Magyarországot háború, valós háború fenyegeti, hogy megtámadja Vladimir Putyin, ha mondjuk segítenénk Ukrajnán akár fegyverekkel, vagy akár katonákkal, vagy akár bárhogyan? Hát minden olyan beavatkozás, ami ezt a háborút szítja és olajat önt a tűzre, nem pedig a békés rendezés irányába hat, az fenyegetést jelent Magyarország számára is. Tehát ez egy szomszédos ország területén zajló háború, azért azt látni kell, hogy nem egy tőlünk több ezer kilométerre vagy a földbolygó másik végén zajlik ez a háború, hanem közvetlen Magyarország szomszédságában, ráadásul egy olyan országban, ahol magyarok is élnek, ezért különösen fontos, hogy a biztonságunkra figyeljünk. De ami biztosan, súlyosan fogja érinteni Magyarországot, az ennek a háborúnak a gazdasági következményei, amelyeket már érezhetünk is a bőrünkön. Ugye ez nem csak egy helyi konfliktus Oroszország és Ukrajna között, hanem kőkemény gazdasági érdekek, az Amerikai Egyesült Államok érdekei is szerepet játszanak ennek a háborúnak a kirobbanásában. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja e tekintetben is világos, mi semmi olyan szankciót nem támogatunk Oroszországgal szemben, ami a magyar embereknek is kárt okoz, hiszen így is nagyon súlyosan fogja érinteni a magyar emberek pénztárcáját, a magyar gazdaságot ez a háború, és ennek a következményei. Nem szabad, hogy egy magyar kormány azzal súlyosbítsa ezt, hogy elfogadja kritika nélkül azokat a szankciókat, amelyekről az Európai Unió dönt. E tekintetben most tudom, hogy milyen szankciót nem fogadtak volna el?
azokat, amelyek a magyar embereknek is hátrányt okoznak. Tehát a kormány de, csak azt de mondjon egy konkrét példát. Ugye mondom, a kormány azt hangsúlyozza, hogy az energiaszektorra ne vessük ki ugye azokat a szankciókat, amelyeket Brüsszel bevezetett, de Magyarországnak már a háború előtt egyébként Oroszországgal szemben alkalmazott Európai Uniós embargók is okoztak károkat, hogy milyen sunyi volt e tekintetben is a kormány. Dr. Apáthy István képviselőtársa, Mi Hazánkos képviselő, intézett egy írásbeli kérdést a kormányhoz erre vonatkozóan, hogy határozzák meg, hogy ezek az embargók, amelyeket már a háború előtt is elfogadott Magyarország, mekkora kárt okoznak a gazdaságnak, de csak mellé beszéltek. A most bevezetett szankciók is okoznak károkat, mert kaptam olyan választói levelet, aki arról panaszkodott, hogy ő elveszítette a munkahelyét. Nem, bocsássa meg, muszáj közben, nem az okoz károkat, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és valahogy a Nyugat próbál segíteni Ukrajnán? Nem lennének a szankciók, hogyha Putyin nem rohanta volna el a Ukrajnát? Hát azelőtt is voltak szankciók, ahogyan említettem, mielőtt Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ugyanakkor ezt az egyoldalú beállítás szerintem nem fedi a valóságot a háború vonatkozásában. Tehát az, ami Magyarországon is és az egész nyugati világban a háborúról megjelenik, akár a sajtóban, akár a NATO párti politikusok részéről, az egy egyoldalú propaganda. Egyébként Oroszország ugyanúgy a saját egyoldalú propagandáját igyekszik a világon elterjeszteni és megjeleníteni. Ez a háború, ez ilyen, okosabbnak kell lenni, főleg a politikusoknak, akik döntéshozó helyzetben vannak annál sem, mint hogy kritika nélkül átveszik mondjuk azt a narratívát, amit Brüsszel felállít Oroszországon szemben, vagy a háborúval szemben. Vagy esetleg lerohannak egy másik országot, akár mennyire is kiprovokált háborúnak tartja ezt, ami az Ánk. Dóra, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.